Sziasztok, Kömke vagyok. Ez pedig a Minden, ami családi ház podcast monológadása. Ez a monológadás annyit jelent, hogy egyedül vagyok úton, csak a navigáció hölgyeménye szól bele a mondani valomba, néha-néha, illetve a forgalmi szituációkba adódóan. 200 méter múlva, fordulj balra. Előfordulhatnak hangok, zörejek, káromkodások. Ez a mostani adás a telekvásárlással kapcsolatos dolgokat járja körbe. Megpróbálom építés szemmel elmondani azokat a dolgokat, amiket figyelembe kellene venni telekvásárlása előtt. Nagyon sok esetben belefutok abba, hogy a telket vásároló házaspárnak van egy konkrét elképzelése a házra vonatkozóan. Tehát például ők szeretnének lapos tetős házat, vagy szeretnének mediterrán jellegű házat, ami szintén egy alacsony hajlásszegű tetőt jelent, vagy éppen két teljes értékű szintű épületet szeretnének. Na most ezeket a helyi építési szabályzat, illetve a települési arculati könyvnek nevezett dolog írja elő, illetve szabályozza az adott telekre vonatkozóan. Tehát, hogyha ennyire konkrét igény van, akkor eleve így kell telket keresni. Ez azt jelenti, hogy a kinézett teleknek az övezeti besorolását, illetve magát az egész telek előírásokat, telekre vonatkozó előírásokat és egyebeket át kell nézetni egy építésszel. Vagy pedig, ha nincs kéznél építész, illetve nincs még kiválasztva az építész, akkor is javasolt bemenni a helyi építési hatósághoz, és a teleknek a beépítési mutatói után érdeklődni, illetve egy pár szóban elmondani, hogy mit szeretnétek. Hogy miért fontos ez? Ha például lapos tetős házat szeretnétek, az a telkeknek a jelentős részét egyszerűen kizárja a sorból. Ugyanis Magyarországon a nagyobb városok kivételével, illetve a települések új városrészeinek kivételével szinte mindenhol ragaszkodnak a magas tetőhöz. Ez konkrétan elő is van írva a helyi építési szabályzatba. Sokszor megadják, hogy legtöbbször megadják, hogy magas tető, de elő is írják, hogy milyen hajlásszöggel. Például 100 méter múlva fordulj jobbra. Például Gödöllő Veresegyház környékén elő van írva a 30-35 fokos hajlásszögű tető. Budakalászon szintén, és nem tudsz tőle eltérni. Van egy bizonyos százalékos eltérés, tehát a fordulj jobbra tető alaprajzi vetületének mondjuk a 10%-a lehet ettől eltérő hajlásszögű, de azért valljuk be, az teljesen mást jelent, mint egy lapos tetős ház. Fordulj jobbra. További problémát okozhat az, hogy a települési arculati kézikönyv, ami minden településen megvan már, tak rövidítve, előírja a településképi illeszkedést. 200 méter múlva fordulj jobbra. Ez azt jelenti, hogy minden tervet most jelenleg 2019 őszén, így van, minden tervet be kell vinni az adott település főépítéséhez, illetve ha nincsen főépítész, akkor csak a polgármesterhez, aki településképi szempontból teljesen szubjektíven, illetve bizonyos szempont, tehát az övezeti előírások és arculati kézikönyv, valamint helyi építési szabályzat előírásai alapján kvázi elbírálja azt, hogy milyen ház illeszkedik rá arra a telekre. Tehát, hogyha a kinézett telektől jobbra-balra eső telkeken gyökeresen más ház áll ott, tehát teszem azt mondjuk, mindegyik ház földszintes, te pedig egy kétszintes szeretnél, és még az utcában sem találsz olyat, ami teljes értékű kétszintes, akkor ne nagyon reménykedj benne, hogy át fog menni ezen a települési arculati kézikönyvön, egyszerűen településképi nem illeszkedés révén el fogják utasítani az egészet, mielőtt egyáltalán kidolgozásra kerülne a terv, illetve beadnád. Benyújtanád az elnapróba. Ennek egy része, ennek a település képi véleményezésnek erősen szubjektív,
Tehát nem érdemes nagyon verni az asztalt első egy-két alkalommal, amikor az ember bemegy egyeztetni. Hogy hogyan zajlik ez az egész, illetve hogyan kellene, hogy zajlódjon. Amikor kinézel egy telket, és van a fejedben egy konkrét elképzelés, megnézed a környező épületeket, milyenek, és ha attól teljesen eltérő a te elképzelésed, akkor be kell menni még a telek vásárlása előtt a főépítészhez, és fel kell vázolni neki, hogy te mit szeretnél. Ehhez nem muszáj építészt magaddal cincálni, elég vagy te, mint megrendelő. Bementek, elmondod az elképzelésedet, jó, ha visztek fotókat a környező épületekről, illetve ott akár a Street View-on is meg lehet nézni, és meg kell kérdezni, hogy ez az épület egyáltalán lehetséges-e arra a telekre. Igen, erősen javaslom, hogy ha ilyen eltérő elképzelésetek van, és a főépítész rábólint erre a dologra, akkor valamilyen formában ezt írassátok le vele. Ez azt jelenti, hogy ő nem azt fogja leírni, hogy igen, lehetséges, hanem tehát nem konkrét kijelentést fog tenni, hogy arra a telekre kétszintes házat építeni lehetséges, mert ezt csak konkrét terv alapján tudja mondani, hanem ad egy feltételes módú nyilatkozatot, hogy elképzelhetőnek tartja. Ez már egy elég nagy segítség, és lehet rá viszont hivatkozni, ugyanis nagyon sokszor előfordult sajnos az, hogy mást mondtak szóban, mást mondtak írásban, és bizony ebből születtek milliós bukták. Nagyon sokszor előfordul az, hogy megvásárolják az ingatlant, illetve megvásárolják a telket ilyen konkrét, elég merev elképzelésekkel, és amikor nem valósítható meg az az elképzelés, amit ők szeretnének, addigra már azért beleöltek egy pár százezer forintot a tervezésbe, elrepültek a hónapok, befizették esetleg az illetéket a telekre, stb. Egyszerűen el kell adni a telket, mert annyira nem lehet odaépíteni azt az épületet, vagy azt a fajta épületet, hogy az egész egy olyan kompromisszum lenne, amiben nem feltétlenül biztos, hogy érdemes beleölni 50-60-80 millió forintot. Tehát nagyon fontos az, hogy ha az adott telek melletti ingatlanokon lévő épületek közé nem tud besimulni az elképzelésed, valamilyen szinten nem kell, hogy ugyanolyan legyen, nem kell, hogy annak ikre legyen, vagy koppintása legyen, vagy bármi. De ha nagyon-nagyon kilógsz, akkor nagyon erősen javaslom ezt az előzetes településképi véleményezés kérést, mert egyszerűen összetöri az álmokat a visszautasítás. Ugorjunk egy kicsit vissza a speciális igényekhez, ugyanis elfelejtettem mondani, hogy tetőhajlásszögön kívül előírják, illetve előírhatják a tetőnek az anyagát, tetőfedésnek az anyagát is. Ez például egy szélsőséget említek, illetve annyira nem is szélsőség, mert viszonylag sok településen találkoztam ezzel. Budakalászon csak a piros, illetve annak árnyalatait, illetve a földszínű árnyalatú cserepeket fogadják el. Tehát például antracitot nem rakhatsz fel, antracit színű cserepet. Ez is leszűkíti a lehetőségeket, sőt, igazából a sötét barnát sem engedték meg legutóbb, amikor terveztünk. Tehát ez is beszűkíti a lehetőségeket, illetve beszűkítheti. Szintén tiltottak a rikító színek, amit mondjuk meg tudok érteni, valamint a lemeztetőket, nem a korcolt lemeztetőket, hanem ezt a nagy hullámú lindabb fedéseket szokták általában tiltani. Egyrésztről gusztustalan, másrésztről meg rendkívül zajos is tud lenni, tehát igénytelen az egész, ezt a részét mondjuk meg tudom érteni. A színelőírásokkal nem feltétlenül értek egyet, maximum az ilyen óvárosi részeken, de elő van írva, nem nagyon tudsz vele mit csinálni. Tehát ezt is érdemes megnézni a helyi építési szabályzatban, mielőtt a konkrét elképzelésekkel pofára essen. A következő nagyon fontos dolog a teleknek a lejtése, illetve a terep kialakítás. Sokszor belefutok abba, hogy egy sík terep van felvázolva nekem, mint tervezőnek,
hogy hát vettünk egy telket, teljesen sík a terep. És amikor kimegyek, akkor látom, hogy 60-70 centi lejtés van a telekben, ami azért már igen csak jelentős lejtést eredményez. Ez azt jelenti, hogy egy vagy két sor zsalukővel ki kell emelni az épületet. Ez egy normál, tehát ilyen 120-140 négyzetméteres lakóépületnél egy sor zsalukő kiemelés, az körülbelül 300 ezer forintnyi plusz költséget jelent. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit lejt a telek, illetve merre lejt egyáltalán, milyen a kialakítása. Sok esetben a teleknek a lejtése az előrevetíti azt, hogy egyszerűen jobban megéri alápincézni, mert így is úgy is kellene egy zsalukő lábazatot építeni, tehát már a pincének a kialakítása az nem jelent akkora pluszköltséget, mintha az ember eleve csak pincét szeretne építeni. Ezt mindet meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy érdemes egy kerti tárolót berakni, vagy gépészetet lerakni esetleg a pincébe. Különösen fontos a telek lejtése, illetve a terep kialakítás akkor, hogyha a manapság divatos kertkapcsolatos teraszt szeretné az ember. Ez egy sík teleknél nem is zavaró, illetve nem is tud probléma lenni, viszont ha az egyik irányba lejt a telek, akkor vagy a kertkapcsolatos terasz, illetve nappali dőldugába, vagy pedig épület megközelítését biztosító főbejárat kerül magasabbra, tehát lépcsővel kell felmenni. Nem kell mondanom, hogy mindegyik kompromisszum, illetve mindegyik problémát tud okozni. A terepnek a feltöltése egy bizonyos fokig tud lenni erre megoldás, viszont ez is több százezeres plusz költséget jelent, valamint az épületet a teherhordó terepszinttől kell felépíteni. Tehát magyarul egy terep feltöltése azt jelenti, hogy kiemeljük zsalukő lábazattal az egész épületet, és utána még mellé töltünk értelemszerűen lehetőleg minél vastagabb termőföld réteggel. Szélsőséges esetben elő szokott fordulni, hogy a telek sávalapozásra alkalmatlan. Ez azt jelenti, hogy vagy például sittel van feltöltve a telek, amit úgy szépen az eladó elhallgatott, vagy olyan rosszak a talajviszonyok, hogy a teherhordó altalaj mondjuk 1,80 alatt van. Ezt igazából geotechnikai, talajmechanikai szakvélemény nélkül nem nagyon tudod megmondani, bár ha épültek a közelmúltban ott egy pár háznyira épületek, akkor esetleg érdemes oda becsengetni és megkérdezni, hogy milyen alapozással készült az épület. Ez sem 100%-os, vagy nem nyújt semmiféle garanciát, mert nekem sajnos volt olyan tervezési munkám, ahol a szomszéd két évvel korábban építkezett, sima sávalappal, mi pedig kifogtunk egy lápos talajt, ami azt jelentett, hogy át kellett az egész házat tervezni lemez alapra, ami kapásból egy 3 millió plusz költséggel indította az építkezést. Annyira nem voltunk vidámak. Legjobb lenne igazából, hogyha a telket eleve már talajmechanikai szakvélemény birtokában árulná az eladó. Abban benne általában a talajmechanikusok beleírják a javasolt alapozási mélységet, illetve a alapozásnak a típusát is. Tehát ez tud a legmegnyugtatóbb lenni. Nem beszélve arról egyébként, hogy egy ilyen talajmechanikai szakvélemény az 100-120 ezer forint. Ezt nem mindenhol írják egyébként kötelezően elő. Ez is a helyi építési szabályzatban van, akár övezetekre bontva, vagy akár település részekre bontva előírva. Ez a talajmechanikai szakvélemény egyébként például alápincézésnél nagyon fontos lehet, mert meghatározza a talajvíznek a magasságát, meg egyéb tulajdonságait is. Fontos megnézni, hogy a szomszéd, közvetlenül szomszédos telkeken hol állnak az épületek, illetve hogy vannak az épületek. Nagyon sok esetben előfordul az, hogy a szabálytalan oldalkerti részre oda tesz a szomszéd egy garást, vagy bármiféle melléképületet. Ez akkor problémás, hogyha ez az épület
több mint 10 éve ott van, ugyanis ebben az esetben nem bontathatod el, viszont a te építési jogaidat korlátozza, ugyanis a tűztávolságot meg kell hagyni ettől az épülettől, a te lakóépületed felé. Azaz lehetséges, hogy az épületed jó pár méterrel beljebb kell, hogy kerüljön, rövidebb lesz, tűzfalat kell rakni, stb. Stb. Térjünk rá a teleknek a közművesítettségére. Van már egy e-közműnek nevezett dolog, ahol elvileg minden teleknek fel vannak töltve a közmű csatlakozási rajzai. Tehát itt le tudod ellenőrizni, hogy milyen közművekkel rendelkezik a telek, milyen közmű csatlakozásokkal rendelkezik a telek. De ez például csatornánál, tehát szennyvíz csatornánál csak azt jelenti, hogy amikor a gerincet építették ki, akkor minden egyes teleknél beálltak a csonkkal, hogy ne kelljen a főágat megfúrni. Tehát az, hogy az e-közmű oldalán jelezve van a telek felé a leágazás a közműre, az nem jelenti azt, hogy be is van oda kötve. Ennek nagyon komolyan utána kell járni, ugyanis állam által hirdetett ingyenes közműbekötéssel ellentétben nagyon súlyos százezrek továbbra is a közműnek a pótlása. Most már nem közműbekötés címén kérik el ezeket az összegeket, hanem mindenféle földmunka, stb. Tehát más jogcímeken basalják be, illetve továbbra is ott van a települések felé fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás. Ha esetleg gázfűtésben gondolkoztok, és a telken nincsen gáz, akkor jelenleg az egész országban szinte ezt hallani, hogy minimum egy, de inkább két évre mondják a gázművek a bekötésnek a kiépítését. Tehát az azt jelenti, hogy az igénybejelentést követően ők majd valamikor két éven belül kiépítik a gázcsonkot. Az elektromos lekötéssel olyan probléma nincsen, hogy ideiglenes áramot gyakorlatilag 2-3 hét alatt tudnak a telekre oda tenni, 4.300.000 forint környékén. Viszont a végleges elektromos földkábeles bekötés az 6-7 hónapot vesz igénybe. És mondjuk a téli időszakot, ezt a novembertől februári-márciusig terjedő időszakot, azt vegyük ki belőle. Tehát 6-7 hónap, plusz ez a, ha beleesik ez a téli időszak, akkor az. Ennél az igénybejelentésnél annyit kell igazából lejelenteni előzetesen a áramszolgáltató felé, hogy hol lenne, hova kéritek a villanyórát pozícióban. Ugyanis nekik meg kell tervezniük, saját berkeiken belül megtervezik a többi közműnek a keresztezését, meg egyebeket. Tehát útfelbontás, útátfúrás, stb. Stb. Ezeket ők megcsinálják, de 6-7 hónap. És akkor körülbelül olyan 4.-5. hónap körül jelezni fogják, hogy körülbelül mikor jönnek, addigra a fogadó szintet, tehát mondjuk egy csalukő kerítés szakaszt vagy egyebet ki kell építened. És akkor meg lesz a végleges bekötés. Plusz költséget tud még jelenteni igazából a kerítésnek az elkészítése. Arra azért számoljál, hogy egy 20 méteres utcafronti kerítésnek az elkészítése, tehát ami normálisan néz ki, tolókapuval, kiskapuval, postaládával, stb. Esetleg kukatárolóval, ez azért egy ilyen 1,5-2 millió forintot fel tud emészteni. Vannak nagyon konkrét előírások az utcafronti kerítésre szinte mindenhol, tehát áttörtségét tekintve, lábazati magasságát tekintve, nagyon sok ilyen elő van írva az anyaga is. Tehát itt sem lehet az, hogy te építesz egy 2,5 méteres kőkerítést magadnak, és elbújsz mögé. Nem kell terveztetni az utcafronti kerítést, viszont az előírásokat be kell tartani, és mostanában is előfordult az, hogy a tömörkerítést egyszerűen az önkormányzat kötelezte a
telek tulajdonosát, hogy a szépen kirakott tömör kisméretű tégla kerítését, az bontsa le. Kiskapu lehet az, hogy felrak egy ritkított létszezést a kerítésre, és belülről igazából oda csavarozza a másikat. Ha rászólnak, akkor le lehet csavarozni megint csak a belső deszkázatot, és akkor megvan az adott előírt létezés. Aztán ezt gondolom egy párszorra el lehet játszani még az önkormányzattal, amíg be nem rágnak, és az emberre rá nem húrnak egy jó nagy büntetést. Az oldalkerti, illetve hátsó kerti kerítésekre is vannak előírások. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgokat, akkor ha szemben állsz a telekkel, akkor a jobb oldali kerítésed az általában teljes hosszban a tiéd, illetve a hátsó kerítésnek a fele. Félig meddig vicc az egészben, hogy a telekszomszédokat nem kötelezheted kerítésépítésre. Tehát ha például neked van egy... Tehát ha neked például van egy kutyád, és szeretnéd, hogyha nem mászkálna át a szomszédhoz, akkor, és ő nem hajlandó, vagy nem tud a kerítésre áldozni, akkor bizony nem kötelezheted arra, hogy annak a kerítés, a nem te oldaladi kerítésnek akár egy részét is megtérítse neked. Egy viszonylag normálisnak tekinthető lábazati elemes táblás drótkerítés, az ilyen 9-10 ezer forint per folyóméter árra jön ki munkadíjjal, anyaggal együtt. Tehát ennyivel lehet számolni. Ez már egy kultúráltan kinéző táblás drótkerítés, ami alatt van egy ilyen 25-30 centis lábazati elem is. Tehát elvileg a kutya is, kutya aláásását, illetve egyéb ilyen állatok aláásását megakadályozza valamilyen szinten. Minél lejtősebb egy telek, illetve minél bonyolultabb a domborzata, annál drágább a kerítésnek a kiépítése is. Illetve minél tömörebb kerítés szeretnél, annál komolyabb alapozás kell neki, mert egyszerűen a szélnyomás és egyebek ellen védekezni kell. Tehát ha például te egy trapézlemez kerítés szeretnél oda a kertbe, egy tömör kerítést, akkor annak bizony sokkal komolyabb alapozás kell, mint egy ilyen táblás drótkerítésnek, mert egyszerűen a szélnyomás nem fogja kibírni azt, hogyha például csak az oszlopokat betonozgatod be egy lyukba, és azok le vannak ásva 40 centire, és arra fel van csavarozva a trapézlemez. Ezek mind-mind sok-sok százezer, illetve akár szintén milliós plusz költségeket jelenthetnek. Nektek van elsőbségetek, baszki. Ritka esetben előfordulhat az, hogy a telken lévő ősfák valamilyen szinten védettek, illetve ez is a tehát a helyépítési szabályzatban lehet előírva, főleg az örökzöldekre vonatkozik egyébként, hogy fakivágási engedélyt kell rá kérned. Tehát nem lehet a telken belül láncfűrésszel szabadon garázdálkodni. Ez viszonylag ritka esetben van, vagy az esetek, tehát a lakóövezetek ilyen mondjuk azt, hogy 20%-ában, de ebben is bele lehet futni. Szintén ritka, de illetve hát annyira már nem is ritka, a helyi építési szabályzatban előírják, illetve előírhatják, hogy a gépkocsi tárolást azt lakóépületen belül kell biztosítanod, illetve például Budapesten vannak olyan övezetek, ahol elő is van írva, hogy hány gépkocsi beállót, illetve hány garást kell biztosítanod, még egy családi lakóépület esetében is. Vagy például más település esetében elő van írva, hogy egy 4 négyzetméteres kerti szerszámtárolót, vagy hát tároló funkciójú helységet lakóépületen belül kell biztosítanod szintén. Itt szintén probléma lehet, illetve előírás lehet, hogy különálló melléképületek épülhetnek, nem épülhetnek. Ha épülhetnek, akkor a lakóépülettel egy tömbben. Ezeket mind érdemes tisztázni előtte,
mert kellemetlen meglepetések lehetnek belőle. Sokszor találkozom azzal az esettel, hogy a tulajdonos azt szeretné, ha a gépkocsi tároló az utcáról nyílna, magyarul ráfordul a telekre, bemegy, nyíl egyenesen a garázsba, lecsukja maga mögött a garázsajtót, bemegy a lakóépületbe, és ennyi. A településképi vélemény kapcsán nagyon sok főépítész nem szereti, ők úgy mondják, hogyha egy ilyen hatalmas garázskapu ásít az utcafrontra, mert hogy az nem szép, meg nem illik bele a adott településképbe. Tehát nagyon sok esetben előírják azt, hogy a garázskapu ne az utcára nézzen, hanem az oldalkertre. Tehát magyarul bemész a telkeden belülre, és így 90 fokos fordulóval ráfordulsz a garázsodra, és úgy állsz be. Az utcára ilyen esetben értelemszerűen, meg hát a optikai kinézet miatt is kérnek mondjuk 1-2-3 ablakot a garázsra, és akkor úgy néz ki, mintha szemből nézzük, mintha ott egy normál lakóépület lenne. Ez is szokott problémát okozni, mert egyáltalán nem mindegy, hogy az 5 méteres előkertet térkövezed le, vagy pedig az 5 méteres előkertet, valamint még a garázsod előtt, a garázskapud előtti részt, ami mondjuk kapásból lehet egy ilyen 35-40 négyzetméternyi plusz térkövezés. A legtöbbet félreértett előírás az az építménymagasság. Az építménymagasság nem azt jelenti, hogy az épület ereszvonala, vagy akár a gerinc magassága, ez egy viszonylag komplex számítási képlet, amiben van elég sok kivétel, van elég sok előírás, tehát nem nagyon lehet egy épületre kapásból rámondani, hogy az adott építmény magasságba belefér, vagy nem fér bele. Nagyon leegyszerűsítve, ha van egy olyan épületed, amin van mondjuk egy sátortető, vegyük ezt a legegyszerűbb példának, tehát minden oldalról kontyolva van, sima földszintes, akkor az építmény magassága az lesz, ahol a fal síkját meghosszabbított fölfelé, és a fal síkja találkozik a cseréppel. Tehát nem az eresznek a magassága, hanem följebb egy kicsivel. Ez mondjuk egy földszintes épületnél 320-340 szokott lenni egy ilyen épület esetében. Ha már vannak flikflakok az épületben, tehát kinyúlások, fedett teraszok, több szint, oromfalak, tetőfelépítmények, ez mind-mind változik, mindegyikre más előírások vonatkoznak, övezetenként vonatkozhat rá enyhítés, tiltás, lejtős telek esetében adnak plusz százalékokat. Tehát ez viszonylag komplex. Ami nagy biztonsággal kijelenthető, hogy egy 4,5 méteres építménymagasságú telekre nem fogsz tudni rárakni egy két teljes értékű szintű lakóépületet. Egyszerűen nem adja ki a képlet. 5 méterbe nagyon nagy kompromisszumokkal, 5,5 méterbe már szó-szó, abba már bele lehet rakni. Az a legnagyobb probléma, hogy a korábbi évekhez képest szigorították az építmény magasságot, és most már oldalanként is meg kell felelni külön ennek, nem pedig csak az összesített átlagnak. De itt nagyon számolni kell, és mostanában azért az építési hatóság ezeket elég jól méri, illetve számon kéri. Tehát nincs az, mint régen, hogy egy sor plusz tégla még belefér, és akkor lesz egy kényelmes 270-es belmagasságom, hanem bizony előfordulhat az, hogy mind a két szinten 250-es belmagassággal idézőesen nyomorogsz, mert így jött ki a két teljes értékű szinted. A zöld felületi mutatóról azért nem beszélek, mert nagyon kis telkek esetében okozhat problémát annak a nem teljesítése, illetve az esetek nagy többségében azért a zöld felület, tehát ha nem térkövezed le az egész udvart, akkor az esetek nagy többségében ezt azért nem nézik. Tehát az, hogy a
Nagyon sokszor kérdésként felvetül, hogy lehet-e nagyobb teraszt építeni. Terasz nem számít bele a beépíthetőségbe, abban az esetben, hogyha nem emelkedik ki egy méternél jobban a terepszintből. Tehát ha van egy kertkapcsolatos nappali, aminél van egy terasz, teljesen mindegy, hogy az 10 négyzetméteres, 15, 20, 25 négyzetméter, kvázi bővítheted viszonylag nagy méretig, ameddig neked tetszik. Az, hogy esetleg a bővített terasznak a nagysága már nem fél bele a zöldfelületi mutatóba, nagyon ritka az az eset, amikor emiatt a hatóság szólna. Mondom, kivétel, hogyha letérkőzed vagy lebetonozod az egész udvart. Beszéljünk egy pár szót a speciális telekekről. Az egyik ilyen speciális telek az a saroktelek, aminek a vásárlása szintén meggondolandó, mivel hogy a saroktelek az két utcafronti vonallal rendelkezik, annak minden előírásával, illetve minden terhével együtt. Tehát a korábban elmondottak szerint két darab utcafronti kerítést kell építened, és egyébként nagyon egyáltalán nem evidens, hogy a kapubejárót azt melyik oldalról tudod megcsinálni, pláne akkor, ha az egyik út nem önkormányzati, országos közút vagy egyéb más használatban van. Ugyanis ott egy nem kialakított kapubejárónak a terveztetése, meg egyebek, az elég zűrös tud lenni, és egyáltalán nem biztos, hogy jó eredménnyel kecsegted. Másik pedig magának az utcafronti kerítésnek a költsége. Tehát egy minőségi utcafronti kerítést szeretnél, korábban elmondottak szerint az mondjuk azt, hogy 20 méterre ilyen 1,5-2 millió forint. Egy sarokteleknél van egy 20 méteres utcafrontod mondjuk, meg van egy 40 méteres utcafrontod, tehát hatványozottan jelentkezik. Továbbá két utcáról van előkerti vonalad. Az országos település rendezési és építési követelmények az OTÉK szerint 5 méter a minimális előkerti vonal, illetve ezt a helyi sajátosságok felülírhatják. Tehát azt jelenti, hogy eléggé be kell tolnod az épületet a telek kvázi mélyére, és nem biztos, hogy marad egyáltalán használható kerted. Ilyen speciális telek lehet a nyúlványos telek is, vagy nyeles telek, aminél buktató lehet egyrészt a nyílnek a szélessége. Ugyanis általában ezek a nyíl részek, ezek a nyelek 3-4 méternél nem szélesebbek. Na most a közműveknek a védőtávolsága egymástól 1-1 méter. Tehát elég nehezen lehet belepasszírozni egy 3 méteres szélességű nyílbe a gázt, víz, csatorna, villanyt. Bonyolítja a helyzetet az, hogyha ez a nyeles teleknek a nyíl része, ez magánút, tehát mondjuk egy nagyobb telek lett sokfelé osztva, és lett rajta egy nyíl csinálva, hogy a belső telkeket azon keresztül megközelítsd. Akkor gyakorlatilag ez a nyíl rész, ez magánút. Ezen a nyíl részen akkor a közműveket tyúkbelekként nem viheted be, tehát, illetve nagyon ritkán lehet bevinni, hogyha több telket szolgál ki. Tehát magyarul a fő gerinc közművet kell továbbvinni rajta. Engedélyeztetés, stb. Kivitelezés, költségek, tehát ennek rettenetes több milliós költsége van. Meg idő. És szintén ott is problémás, ott meg pláne problémás egyébként a nyílnek a szélessége, ennek a magánútnak a szélessége, hogy elférjenek egyáltalán egymás mellett a közművek. Az amorf formájú telkek, főleg a háromszög alakú telkek tudnak még rettenetesen problémásak lenni beépítés szempontból.
mert ha kiszerkeszted az előkert, oldalkert, hátsó kertet, valószínű, hogy egy annyira élhetetlen háromszögű építési helyed marad, amire nagyon-nagyon nehéz tervezni bármilyen épületet. Manapság probléma szokott lenni a tereknek a csapadékvíz elvezetéséből. Tehát azt is meg kell nézni, hogy a szomszédokhoz képest a megvásárolandó telek terepviszonyai milyenek. Rendkívül drága... ez nekem fájt. Rendkívül drága támfalat építeni. Akár támfalkerítést, akár támfalat, hogy egy lejtős terepet, rendezett terep síkká tudjunk alakítani. Tehát itt is sok százezerről, vagy akár milliókról beszélünk. Ezért is érdemes megnézni egyáltalán, hogy csapadékvíz merre tud elfolyni, mit kell hozzá végezni. Illetve a csapadékvíz elvezetésnél még szintén fontos lehet visszaugorva egy kicsit a talajmechanika a hasznosságára, hogy miből van a talajnak a szerkezete. Ha van egy agyagos réteg a termőföld alatt, akkor igencsak nyűgös lesz elvezetni a vizet, mivel hogy ez az agyagréteg ez fenntartja a felszíni vizeket. Tehát rendkívül lassan fog elszivárogni, míg egy homokos löszös talajnál gyakorlatilag pillanatok alatt elszivárog bármilyen mennyiségű esővíz. Tehát összefoglalva igazából a dolgokat, mindenképpen érdemes egy építészt megkeresni, vagy saját magatoknak utána járni az építési hatóságnál a telek beépíthetőségi mutatóinak, illetve beépíthetőségének egyáltalán, mit, hogyan, merre, meddig lehet ráépíteni, mielőtt megvásároljátok a telket, mert ezeket az ingatlanosok nem tudják és nem is akarják egyáltalán saját feladatuknak tekinteni. Ez volt a telekvásárlással kapcsolatos monológom. Nem tudom, mennyire fog tudni ez így működni, illetve mennyire lesz hasznos. Megvágom, meglátom, ti meg ítélkeztek. Ha tetszett a dolog, akkor iratkozzatok fel a csatornára, keressetek a többi elérhetőségemen, illetve csatlakozzatok hozzánk a Facebookon, csoportba, ahol napi szinten zajlik a egymás közötti eszmecsere, illetve kérdezfelelek. Sziasztok! Megérkeztél a célponthoz.